Május 25-én Európai Parlamentet választunk, és az Európai Parlamenti választáson indul a Modern Magyarország mozgalom is. A magyar nemzeti érdekek, hölgyeim és uraim, hézagmentesen összeilleszkednek az Európai Unió érdekeivel, hiszen az Európai Unió az nem egy birodalmi, elnyomó szerkezet, hanem egy olyan önkéntes közössége, érdek és érték közössége azoknak a nemzeteknek, amelyek beléptek az Európai Unióba, amely garantálják a piacgazdaságot, garantálják a gazdasági növekedést, a felemelkedést és egyúttal a nemzeti kultúráknak a megmaradását, egyenjogúságát. Ebből a szempontból nagyon fontos, hogy a Modern Magyarország mozgalom az egyetlen párt, amely következetesen képviselte az Európai Parlamentben az európai értékeket és a magyar nemzeti érdekeket, ezeknek az összhangját, ezeknek a minden szempontból történő harmonizációját is így akarunk tenni a május 25-i választás után is. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy általában az EP választásokon azok nyernek, akik az országgyűlési választásokon is. Miből reméli azt, hogy bármiféle eredményt is el fognak érni, hogyha egyszer nem indultak az országgyűlési választásokon? Azért nem indultunk a magyarországi parlamenti választáson, mert úgy gondoltuk, hogy az eltorzított és aránytalan Fidesz által megvalósított választási rendszerben minden kicsi párt, amelyik az ellenzékkel szemben indul, az megosztotta volna az ellenzéket. Tehát mi külső támogatásunkról biztosítottuk a demokratikus kormányváltó baloldali összefogást annak érdekében, hogy minél jobban szerepeljenek. Ez a támogatás kizárólag a magyarországi választásra szólt. Most mi saját jogon, saját elveink, értékrendünk, programunk és világnézetünk alapján indulunk az Európai Parlamenti választáson, és bízunk benne, hogy a magyar társadalom értékelni fogja többek között azt a becsületes, önzetlen politikát is, ami abból fakad, hogy mi nem indultunk el a 100 milliós pénzek adófizetőktől elszedett bulipénzek reményében, hanem mi kizárólag saját eszközökből finanszírozva az európai parlamenti választásokra koncentrálunk. Említett, hogy tegnap elkezdték az aláírásgyűjtést. Mik a tapasztalatok? Hogy haladnak az aláírásgyűjtéssel, és milyen eredményre számítanak majd? Egy nap alatt még sok tapasztalatról nem tudok beszámolni, arról viszont beszámolhatok, hogy vannak nagyon jó helyszínek, itt Budapesten is, meg országszerte is vannak kevésbé jó helyszínek. Az embereket udvarias, szép, becsületes szóval megszólítva szerintem ők hajlandók lesznek támogatni bennünket, és össze fogjuk tudni gyűjteni a 20 000 aláírást, érvényes aláírást, ami szükséges az európai parlamenti választásokra. Május 25-én Európai Uniós választás lesz. A Modern Magyarország mozgalom a jövőért dolgozik. Tisztességes versenyben gyarapodhat az ország gazdasága és kultúrája, növekedhet az emberek megbecsülése. Európa képviseli azt a demokratikus kultúrát, amellyel hazánk békés jövője biztosítható. Nemzedünk érdekei megegyeznek az Európai Unió érdekeivel. Európával nagy Magyarország. Szavazz Európára, szavazz a MOMA-ra! Köszönöm, köszönöm.